Az idei évben országosan közel 175 ezer termelő, mintegy 5 millió hektárra nyújtott be támogatási igényt. A területalapú támogatásra jóváhagyott keret 20%-kal, mintegy 50 milliárd forinttal több az előző évinél. Október 17-én megkezdte az idei évi támogatások 50%-os előlegének kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A gazdák hektáronként 56-57 ezer forintra számíthatnak, amelyet a következő hetekben már megkapnak. A hétfői nappal az előrehozott területalapú támogatások kifizetése megkezdődik. Ez azt jelenti, hogy napokon belül az összes területalapú támogatási igény 50%-a a gazdák számláján lesz. Az adatok szerint az igénylők száma évről évre átlagosan 5%-kal csökken. Emellett az idén közel 7000 gazdálkodó nem jogosult támogatásra különböző okok, például túligénylés miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökken évente az igénylők száma. Míg két éve a támogatásokkal kapcsolatos adategyeztetések száma 30 ezer felett volt, addig tavaly már csak 20 ezer. Az összeg második felének kifizetése 2012. júniusáig esedékes, de a szaktárca mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb megkapják a termelők a támogatást.